ülésre! Mindjárt megnézzük, mi maradt már, megettünk. Itt van a hármas csapat. Birka a leves, sárkony és az a negyedik. Az a munka közben nehéz dolgunk van. Igen. És most jön a negyedik. Itt van a töltött káposzta. A negyedik versenybe lévő étel. Nem befolyásoljuk a zsúrit. Hát el kell dönteni. Te nem voltál a zsűriben, de azért köszöntünk. Fantasztikus volt minden, nagyon szoros harc volt. Nagyon szoros harc volt. A zsűriből, jaj, még itt van Nándi. Van egy valami hozzászólni valamit. Igen, nagyon komolyan kellett dolgoznom, hogy eldöntsük, ki a nyertes. Tárkonyos birkaleves. 31 pont. Egy barbecue grill a nyereményetek. Akkor a második díj az, hogy ilyen barbecue, és hát ilyesmit csináltak, ugye, és ez a véletlen, a jó Isten is így akartak, hogy ilyen nyerjetek, hogy tovább főzzetek. Hát, vajon ki vitt el? Hát az első díj az ott az a töltött káposzta. Ó, valakinek segíteni kell nekem. Ezt én nem tudom, de a nyeremény most jött, és hát köszönjük a részvételt, adjatok el mindent. Még nem kóstoltam meg az ételeteket, de köszönjük, hogy eljöttetek főzni. Szívesen. És köszönjük, hogy majd táncoltok is. Igyekszik. Most már minden nap is, nem vagyok el a szállképet. Na, hát gratulálunk az első díjhoz. Köszönöm szépen. A töltött káposztát a konyhán lehet vásárolni. Ura! Különlegesen lecsöpögteted, ez nagyon fontos. Valamikor voltam, Arizona New Mexico határán, de Navahók csináltak ilyet, és úgy hívják, hogy Navahó takó. Mondom neki, te ez lángos. Ez
Jó napot kívánok, elkezdjük a sorsolás. Az utolsó négy számjelet fogom bemondani a mikrofonba. De igazából az ételünkre lehetünk büszkék szerintem, és ha lehet, valakinek nem üzlik, elmegy a McDonald's-ba, és akkor majd eszik ott az új amerikai Magyarországon is. Tehát komolyra fordítva a szót, én szeretném megköszönni a meghívást először is, gratulálni Kingának és Józsinak, hogy ismét összehozták ezt az ételfesztivált. Remélem, hogy a következő évben ugyanilyen szép számban majd még többen eljönnek, legutóbb azt hiszem 600-an voltak ugyanilyen évvel ezelőtt. Most valamivel kevesebben vagyunk eddig, de hát még a nap tart. És remélem, hogy a következő évben szintén ilyen szép számot összejönnek, és tényleg igazán magyaros ételeket fogyaszthatnak. Köszönöm szépen!